Köszöntöm nézőinket, Önök a Bonyhádi Naplót látják. Varga Szintia vagyok. Mutatom, mivel készültünk a mai műsorban. A Mádé falvi veszedelem 260. évfordulója. Bonyhádon a Székely Parkban tartottak megemlékezést. 116 éve született az író, költő. Közel 2 évtizede gyűlnek össze Vas Albert szobránál Bonyhádon. Egy út kezdete. Kert, legelő, halastó. Kiállítás Pál Gábor természetfotóiból. Mádé falva nevével fémjelzett Székely Nemzeti Ellenállás 260. évfordulója alkalmával tartott megemlékezést a Bonyhádi Székelykör és a Majosi Székely Hagyományőrző Egyesület. 1764. január 7-én lemészárolta az osztrák katonaság a Mádé falván egybegyűlt, a határőrsorozás ellen tiltakozó csiki székelyeket. A vérengzés Mádé falvi veszedelem néven vonult be a történelembe. A 260. évfordulóról a két civil szervezet méltó megemlékezést tartott a 2020-ban átadott Bonyhádi Székely Emlékparkban. A mai napon az immár 260 évvel ezelőtt Mádé falvi veszedelemről gyűltünk össze megemlékezni. Ezt a megemlékezést minden évben már 1989 óta, amióta Bonyhádi Székelykör megalakult, azóta tartjuk. Az idei évben a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöksége, elnökségi tagjai, illetve a tagegyesület vezetők kint Erdélyben, Mádé falván róják le tiszteletüket, és ezekben a percekben koszorúznak, és emlékeznek meg a veszedelemben elhunyt áldozatokról. A Bonyhádi Székelykör elnöke, Gál Martin Elvira nem csak méltó beszéddel készült, hanem szívhez szóló dallal okozott melegséget a hideg esős időben az egybegyűlteknek. Majd Pap Domonkos, a Majusi Székely Hagyományőrző Egyesület elnöke is beszédet mondott, azt kívánta, hogy még ember él a földön, éljenek székelyek is. Megemlékezést közösen tartjuk a Bonyhádi Székelykörrel. Nekünk Majoson most nem igazán van lehetőségünk különböző okok miatt erre. Ami erről az eseményről fontos tudni, ugye ez egy megemlékezés, főhajtás, megemlékezés nagyon véres, szomorú eseményről, ami pontosan ma 260 éve történt, és hát főhajtás az akkori áldozatok, az akkori eseményeket elszenvedők, és az azt követő nemzedék, székely nemzedékek előtt is, hiszen talán ez elég köztudott, hogy elég keserű, sanyarú sorsa volt mindig a székely embernek, akár Székelyföldön, akár hova tartoztak. Nem beszélve a román világról, amikor is hát ugye a megtorlások, a sanyarú sors vált rájuk. És azért fontos erről az eseményről megemlékezni, hogy a következő nemzedékek, a minket követő, a most élő, a minket követő nemzedékek tudják, és soha ne felejtsék el. Pap Domonkos kezdeményezésére már nem hangzik el a székely himnuszban a porlik szó, így maroknyi székely úgy áll, mint a szikla. Van két gyönyörű sor a himnuszunkban, a székely himnuszban. Az egyik az, hogy vezesd még egyszer győzelemre népet, Csaba királyfi csillagösvényen. Ez egy nagyon gyönyörű lélekemelő, jövőbe néző és a megmaradást óhajtó, talán garantáló mondat. És van egy másik sor benne, ami meg az, hogy maroknyi széke porlik, mint a szikla. Ez viszont valamiféle reménytelenséget, belenyugvást utal a sorsunkba, amit mi előszeretettel kicserélünk, a porlik helyett úgy áll, mint a szikla használjuk, és erre biztatok mindenkit, hiszen ebbe is benne van az a remény, az az élni akarás, az az erős hit, akár a teremtőbe, akár a mi nemzetségünkbe, a magyar nemzeten belül a székelyek mindig megtalálják a számításukat, és élni tudjanak, élni hagyjanak minket. A rendszerváltozás egy mérföldkő volt ebbe. Előtte nem azt mondom, hogy tiltották, de nem is igazán nézték jó szemmel az e-fajta rendezvényeket, megemlékezéseket, akár ünnepségeket. Ide idézném édesanyámnak egyik gyakran emlegetett mondatát, amikor is
valamiféle számonkérés részére, hogy miért, kicsi gyerekkorunkban miért nem volt ez ennyire elterjedt és ennyire nyilvános, és miért nem tudhattunk sokkal több mindent erről a dologról. Nagyon sokáig azt mondta, hogy fiam, mi amikor ide kerültünk, szégyelni kellett, hogy székelyek vagyunk. És ugye a rendszerváltozás óta egyre jobban ez kiterjedt, elterjedt, és most már bátran, büszkén, hálával vállalhatjuk azt, hogy székelyek vagyunk, és emlékezhetünk, és ünnepelhetünk. Lőrinc Etelin máron több mint 30 éve elnökségi tagja a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének, és a Bukovinai Székely textilkultúrának nem csak művelője, de szakértője és oktatója is. Nekünk itt ma az jutott, hogy egy esős napon, de mégis szép számú jelenlévő előtt egy nagyon-nagyon szép és felemelő ünnepségen vehettünk részt. Az Elvirának, a Bonyhádi Székelykör vezetőjének köszönhetően nagyon szépen megszerkesztett és nagyon-nagyon méltó megemlékezést láthattunk. Gyönyörű volt az ének, és gyönyörű volt az a vers, amit a Salamon úr elmondott, rendkívül megható volt. A pap Domonkosnak pedig a személyes érintettségéből eredő beszéde nagyon-nagyon kedves volt, és nagyon-nagyon szívhez szóló. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehettem, bár kicsit bánatos voltam, hogy nem Madéfalván, de végül is nagyon nagy örömöm az, hogy itt most a Szentmisén is, és az azt követő esős megemlékezésen is itt lehettem. Úgyhogy köszönöm minden szervezőnek. Lőrinc Etel felmenői az Isten Segíts nevű faluból származnak, és a székelység vállalása számára nem csak felemelő, hanem kötelesség is. Isten Segítsi szülőknek vagyok a leszármazottja. A szüleim még ott születtek, és én abban a felemelő gondolatban nőttem fel, bár nem mindig volt barátságos a környezet, hogy a székelységünknek a vállalásai nagyon-nagyon fontos dolog. Azt is mondhatnám, hogy már a születésemtől elköteleződtem erre a feladatra, és most már több mint 30 éve elnökségi tag vagyok. Az én dédnagyapám, Gáspár Marci, így hívták, hogy az öreg bíró volt az Isten Segítségének az a bírója, aki dr. Németh Kálmánnal együtt kijárta azt az utat, hogy a bukovinai székelyeket haza lehessen telepíteni. Úgyhogy az, amit ő tett, és később a nagyapám, aki könyvet írt erről, és édesanyám, aki népviszetmestere volt szövésbe, és édesapám, aki a szövőszékeket készítette, mind feladatot adtak rám, és ezt az a dédnagymamám, aki a Kodály Zoltánnak volt a szállásadója, a gyerekkoromban azt mondta nekem, hogy édes leánkám, tanuld meg, és őrizd meg. Hát ezt a feladatot én folyamatosan végzem a családom óriási nagy segítségével. Az elmenekült székelyek által alapított falvak Isten Segíts, Fogadj Isten, Hadik falva, András falva és József falva, melyek menedékek is voltak nehéz időkben. Az ünnepség arra is jó emlékeztető, hogy olyan otthont kell teremteni, ahol meg tudják őrizni, védeni önmagukat és őseik értékeit, továbbá arra is, hogy a veszteségek közepette is erősíteni kell az összetartozást, támogatni kell egymást. Elhunyt Kréling Dániel, az evangélikus egyház egy meghatározó személyisége távozott a 78. születésnapja után nem sokkal. Kréling Dániel 1946. január 3-án született Gyönkön, ahol édesapja pap volt. A gimnáziumi éveit itt kezdte, de az érettségit már Bonyhádon szerezte, mivel édesapja időközben Bonyhádra került lelkipásztorként. Budapesten tanult teológiát, 1969-ben lett pappá szentelve. 1970-ben édesapja halálakor került Bonyhádra, mint a helyettese. 1972-től pedig megválasztott lelkészként szolgált itt. 1993-tól az egyház körzet elöljárója volt. 2011-ben nyugállományba vonult, de a német nyelvű istentiszteleteket haláláig megtartotta. A Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium szellemiségében a mai napig tetten érhető példamutató munkássága. Születésének 116. és köztéri szobra felállításának 19. évfordulóján Vas Albertre emlékeztek Bonyhádon.
Vas Albert születésének 116. és köztéri szobra felállításának 19. évfordulója alkalmából koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak Bonyhádon. Beszédet mondott Kovács Gábor, a Vas Albert törzsasztal alapító tagja, akinek az író jelentős szerepet játszott életében. Ahhoz képest nagyon későn ismertem meg a műveit, viszont mind a mai napig a fejem fölött a könyvespolcon talán kis túlzása minden regénye, kis regénye, verses kötete ott található. Mit jelent? Egy igazodási pontot és igazolást arra az addig eltelt életemre, amíg meg nem ismertem őt, és utána pedig azóta egyfajta tartást. Van mihez igazítanom gondolataimat, életemet, másokhoz való viszonyomat. Az 1998. február 17-én elhunyt erdélyi magyar író, költő, irodalmunk kiemelkedő alakja volt. Mint Kovács Gábor megjegyezte, művei közül az 1953-ban írt 13 almafa volt az első, amivel annak idején megismerkedett. Amit egy hosszabb utazás során mellettem ülő kollégám folyamatosan olvasott, és utána én is kézbe vettem. Én addig, ez már nagyon rég volt, még Vas Albert életében, én addig nem is hallottam róla. Talán a nevét hallottam, de fel se tűnt, hogy létezik. A műveiről és annak a hihetetlen gazdagságáról, tartalmáról fogalmam nem volt. Tehát jócskán felnőtt fejjel egy ilyen baráti alkalom volt, és nekem is a 13 almafa volt a kollégám által, amivel elkezdtem, és utána nem tudtam letenni a többit sem. Kovács Gábor és Szabó László, a Vas Albert törzsasztal alapító tagjainak kulcsfontosságú szerep jutott, hogy Vas Albert az 1945-ös emigrációja után először itt Bonyhádon térhetett haza Magyarországra. Az ő munkájuknak, leleményességüknek és kitartásuknak köszönhető az, hogy ez a szobor Ausztráliából, megérkezvén Németországba, elkerült ide Bonyhádra. Majdnem, hogy egy Vas Albert regény írodna, ha ezt most elmondanám, de kis regény biztosan, novellánál hosszabb a történet, de tel is tele van regénybe illő fordulatokkal, onnan kezdve, hogy nem is mi szerettünk volna Vas Albert szobrot állítani, hanem Budapesten szerettek volna valamikor 2003-ban szobrot állítani az írónak, és ott nem engedélyezte az akkori önkormányzat, vagy építésügy, nem tudom, és itt kezdődött az egész, és ott végződött, hogy valóban Kolozsi Sándor ezen szobra Ausztráliából elkerült Vas Albert legkisebb fiához, Hamburgba, és történetesen erről mi tudomást szereztünk, szintén Vas Albert rokonságán keresztül, és mivel éppen utunk volt Hamburgba, össze is ismerkedtünk a Vas család ezen ágával, és hozzájárultak ahhoz, hogy elhozzuk. Feltételek voltak, de a feltételeket teljesítettük. A feltételek között az is szerepelt, hogy minden esztendőben itt, ahol fölállítjuk az édesapa szobrát, itt mindig emlékezzünk meg róla. De tényleg kalandos és regényes fordulatokkal teli a történet. Azóta pedig minden esztendőben összegyűlnek a művelődési központ mellett, hogy az író születésnapján méltóképp megemlékezzenek róla. Üzenem az otthoni hegyeknek, a csillagok járása változó. És törvényei vannak a szeleknek, esőnek, hónak, fellegeknek, és nincsen benne ború örökkévaló. A víz szalad, a kő marad. Az idei évben rekordszámú 267 alkotás érkezett a pályázatra, amelyeket Vas Albert Emese álma című mondája, valamint a Tavak és erdők könyve 6. meséje ikletett. A gyönyörű rajzokból és festményekből rendezett kiállítást Szabó László, a Vas Albert törzsasztal egyik alapító tagja nyitotta meg.
Vasa Albert emléke előtt tisztelegve Emese álma című mondája, illetve a Tavak és erdők könyve 6. mese című írása nyomán rajzpályázatot hirdettek. Tulajdonképpen ezt a rajzpályázatot, ezt a szoborállítás évétől kezdve folyamatosan rendezzük, hirdetjük, és hát az idén minden eddigit felülmúlva csúcs született, ha lehet ezt így mondani, ugyanis 267 pályamunka érkezett be. Hát 3 korosztályban mérkőzhetnek meg a fiatalok, gyerekek. Egy alsó tagozatos korosztály, 1-től 4-ig, aztán 5-től 8-ig, ez a másik korosztály, és a 3. pedig középiskolások is részt vehetnek ezen a pályázaton. Az emléknap a Vas Albert mese illusztrációs rajzpályázat alkotásaiból rendezett kiállítás megnyitójával, és a díjkiosztó ünnepséggel kezdődött a művelődési központban, ahol szinte megtöltötték az aulát a pályázó gyermekek, kisebbek és nagyobbak, valamint családtagjaik. Hoffmann Botond 5 éve tanul grafikát, és a középiskolások között a 3. helyezést érte el. Emese álmából volt részlet, hogy az volt a jelenet, hogy az anyjával megy a gyerek olyan 10 éves koráig, és ott szekerekkel ott vándorolnak a pusztában. Már nagyon sokszor, hát 5 éve járok grafikára, óvodás korom óta rajzolok, és hát már több díjat voltam, már tavaly is 3. helyezett itt a Vas Albert rajzpályázaton. Immár 19 éve invitálják a diákokat közös alkotásra. Vas Albert munkásságának ma is létjogosultsága van, hangsúlyozta Szabó László, aki eredményes munkát, sok sikert és díjat kívánt a résztvevőknek, valamint sok-sok olvasmányt Vas Albert művei közül. A 267 nevező közül az alsó tagozatosok mezőnyéből az első helyet Sebestyén Romina Kamilla nyerte el, a 2. helyezett Ondrusek Zoé, a 3. pedig Apaceller Botond lett. A felső tagozatosok közül Horváth Viktória munkáját értékelte a legjobbnak a zsűri, a 2. helyezést Rő Jonkály, még a 3. Fenyvesi Geszte Csenge vehette át. A középiskolás korosztályból Kerekes Kata végzett az élen, a 2. helyet Nyárádi Kincső, a 3. pedig Hoffmann Botont érte el. Az alsó tagozatos korosztályban 19, a felső tagozatos korosztálynál 10, a középiskolások közül 1 külön díjat osztottak ki. Pál Gábor hobbifotós első kiállítása nyílt meg a Solymár Imre Városi Könyvtárban. A bonyhádi származású fényképész a természet csodáit kapta Lencse végre. A tárlatot a helyi fotóklub vezetője, Kisné Máté Réka nyitotta meg, aki elmondta, a természetben nyitott szemmel kell járni, hogy meglássuk élővilágunk szépségeit. A fotózás azért különleges, én úgy gondolom, mert hogy olyan pillanatokat tudunk átadni másoknak, amit esetleg mások nem láthatnak. Ezek most itt természetfotók, és a természetfotó megint egy nagyon külön kategória, hiszen az emberek azt hiszik, hogy a hobbi fotóról beszélünk, az a természetfotó. Holott, ha jobban belegondolunk, talán a legnagyobb felkészültség, tudás, tapasztalat, akár idő egy természetfotóhoz kell, egy jó természetfotó, hogy elkészüljön. Én úgy gondolom, hogy a mostani tárlaton látható 28 kép bizonyítja, hogy Gábor erre nagyon jól felkészült, nagyon színes egyéniség, több helyszínen, többféle állat, 4 lábú, 2 lábú, lábatlan állat is megtekinthető, és én ajánlom mindenkinek a tárlatot. Fiatalkorát Bonyhádon töltötte, majd a fővárosba költözött. Családjával rendszeresen visszalátogatnak a kedvenc fotós helyszíneikre, főleg a Hónik pusztai halastavakhoz.
Mostani kiállításnak a témája az, az a kert legelő halastó, azt úgy is mondhatnám, hogy az első lépések, mert ezt mindig, amikor hazajöttünk Bonyhád Szekszárdra, itt a környéken a Hónigon fotóztuk a legtöbbet, és hát, hogy mondjam, tehát a témáját adta az, ami nekünk csak szabad idő eltöltés volt, hogy itt fényképeztük a legtöbb állatot, főleg vízimadarakat, és akkor ennek kapcsán jött az, hogy annyi fotónk összegyűlt, hogy a feleségem is jófokon volt egy kiállítása. Ugyan ezekből a témakörökből nekem meg most az édes testvérem segítségével itt Bonyhádon az első fotókiállítás. Úgyhogy ennek a témája lett ez a kert legelő halastó, mert van olyan kép, ami anyunak a virágos kertjébe készült, legtöbb ugye a Hónignál a halastóba, vagy halastónál, de hát vannak olyanok, amit így jártunk a kertünkbe, egy-egy legelőn lőttünk például. Tésztechnikusnak tanultam, Bonyhádra is 10 éves koromban kerültem, egy kis faluból. A természet közeliség, a természet szeretete az nagyjából innen ered. Aztán az élet úgy hozta, hogy Budapestre költöztem, azóta ott dolgozom, ott élek, viszont a természetbe való kirándulás, meg a hobbiként kezdődött fotózás, ez a kettő így karöltve mindig visszahúzott bennünket ide a környékre. Hát fiatal koromban a mecseket túráztuk, mecsekbe tettünk túrákat, akárhányszor lehetett minden évszakban, és ahogy ehhez a kirándulós hobbihoz hozzájött a fotózás, úgy adódott a dolog, hogy akkor a természetet próbáljuk fotózni, az állatokat próbáljuk fotózni, és az első lépéseket így a családommal karöltve együtt tettük meg, mint egy közös szabadidő program gyanát. Én nem tanultam fotózni, ez csak hobbi szinten alakult, de egy komolyabban foglalkozni 3-4 évvel ezelőtt kezdtünk el, akkor vásároltam az első tükörreflexes gépet, akkor kezdtem el belemélyedni az objektívekbe, és akkor úgy, ahogy a feleségemmel, akinek szintén ez egy érdeklődési köre volt, a ketten karöltve egy közös hobbiként ezt mindig komolyabban csináltuk, és akkor lettek komolyabb gépek is, meg komolyabb objektívek is egy idővel, ahogy fejlődtünk, és így alakult ki az, hogy fotózom. Gyerekkorom, ugye a mat is nagyon közel töltöttem a természethez, azt töltötte ki az érdeklődési körömet, eredetileg erdésznek tanultam, tehát az is benne van a dologban, és ez így adta magát. A városi fotózás, a városi környezet az annyira inkább a munkához kötődő mindennapjainkat tölti ki, hogy az nekünk valahogy egy kicsit így kívül esik az érdeklődési körön fotós szemmel, bár ott is vannak nagyon jó pillanatok. Az alkotó elmesélte, mely fotós számára a legkülönlegesebb. Talán a két harkály vitatkozása az a kép, mert az teljesen véletlenül sikerült, hogy csörrentettük a fejem fölött, és séta során, ahogy éppen be volt állítva a gép, ahogy éppen a kezembe volt, utána lőttem egy sorozatot, és ez az egyetlen egy kép, ami sikerült, és pont úgy sikerült, hogy tetszik is. Tehát a legnagyobb mázli, azt hiszem, ez a kép. A kiállítás január 31-ig tekinthető meg a könyvtár nyitvatartási idejében. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!